a főtérről indult a családi kerékpártúra mintegy 150 résztvevővel. Jöttem anyával, apával, tesóval, unokatestvére, és azért jöttünk ide, mert itt van a biciklitúra, itt mindenki bicajozik. Nagyon jó dolog a kerékpározás, én mindenhova kerékpárral járok. Most vagyok itt először, tavaly már láttam, hogy egy elég jó kis rendezvényt hoztak itt össze, és elég szép számban vagyunk most is. A túrázók 13 és 18 kilométeres távot tettek meg a központból indulva a Topolyai tó körül. Minden versenyző ajándékot kapott. A rendezvény célja az, hogy ugye a kerékpározást kicsit popularizáljuk. Minden évben megszervezik ezt a túrát, az idén negyedszer. A legfiatalabbak családi hangulatban versenyeztek a Topolya Kupa asztali tenisztornán. Szoktunk gyakorlatokat csinálni, meg szoktunk kicsit tornázni is, meg meccsezni szoktunk. Egy íve pingpong az, aki szeretem. A sporteseményt 13. alkalommal szervezték meg. Az a célja, hogy a fiatal játékosok, kezdőkorúak és hát egy kis idősebbek minél többet versenyezzenek, minél nagyobb tapasztalatot szerezzenek, és hát e célból hívtuk össze az idén is a testvérklubokat, akikkel ugye hát nagyon jó viszonyt ápolunk. A Csáky Lajos általános iskola tornatermében karate versenyt tartottak. A fiúk és a lányok egyaránt összemérték tudásukat és erejüket a tatamin, azaz a küzdőszőnyegen. A legfiatalabb versenyző 6, a legidősebb versenyző pedig 68 éves volt. A 6 éve karatézok, hát nem olyan nehéz sport, csak a versenyek, amikor megyünk, akkor kicsit izgulok, hogy hanyadik leszek. A Topolya trófeája nemzetközi karate verseny nagy hagyományokkal rendelkezik. Ez a 17. topolyai trófea, amit hagyományosan rendezünk meg minden évben. Tehát mondjuk rá, egész Szerbiából jöttek, mert a legmesszebb egész Surdulicából jött a csapat, úgyhogy 24 csapat vesz részt, körülbelül 150 versenyzővel. A legjobb versenyzők érmekkel és serlegekkel térhettek haza.